Volt egy speciális fütyjelünk. Á, de jó. Még tudod? Ez volt. Nem ezzel akartam kezdeni, mindjárt elmondom, hogy mennyire béna voltam. Picit egy dal olyan, mint egy ilyen gyermek, hogy elengeded, és aztán megy a maga útja. Az nekem mindig lenyűgöző volt, hogy egy hangszer ott valódi módon megszólal. És amikor a kispál megalakul, az rögtön egy olyan erős impulzus volt nekem, hogy na, hogy valami ilyesmit akartam én csinálni. Ahogy öregszik az ember, csökken a tesztoszteron termelése, és kedves öreg bácsik leszünk, és egymást ölelgetjük. Az a recept, hogy nyitottnak kell maradni. Jut egy neked, egy nekem, lássuk, ki lesz az ügyesebb. Nézd csak, és segítenem se kelled. De én is hiszek abba, hogyha az ember valamit igazán szeretettel és kitartóan csinál, annak valamilyen módon meg kell lennie az életében, és így el kell, tehát annak eredménye is kell, hogy legyenek. De hiszek abba, hogy a jó dolgok azok, hogy megtalálják egymást. Erről a legnehezebb beszélni, amikor az ember valakit úgy szeret, hogy nagyon-nagyon. Az ember ahhoz, hogy tudjon szeretni és adni, ahhoz valamilyen módon el kell fogadnia magát. Elfogadtad önmagad? Hát nem teljesen. Tehát, hogy azért itt vannak olyan dolgok, amiknek a végére kell járni. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Nyilván az ember azzal az igénnyel kezd bele egy ilyen mindenki számára nyomorult tortúrába, hogy jobb legyen, mindenkinek jobb legyen.